Péter, örülök, hogy eljött. Én köszönöm, doktor úr, hogy jöttem még ezekben a nehéz időkben is. Ne vicceljön. Maga a Radics Peti. Tehát sok pénze van. Na mindegy, mi a probléma? Egy ideje nem alakulnak túl jól a dolgaim, doktor úr. Fejtse ki ezt, kérem. Tudja, ez a karantén. Györfi pál mindenhol. Már álmaimban is őt látom. A haverjaimmal se tudok találkozni. Úgy érzem, depressziós lettem. Értem. Nos, ez úgy gondolom normális reakció. Hirtelen bezártság, Györfi pál mindenhol. Mindenki kicsit nehezebben éli meg ezt az időszakot. Igen, én különösen, doktor úr. Találjon valami otthoni hobbit, Péter. Bocsásson meg, doktor, de milyen hobbit? Fossát takarítottam a kecót, egy darab vízkő nincs a lakásban, megtanultam programozni, feltörtem a Pentagont, kivittem 56 játékot, és úgy gitározok, hogy Santana felsírt. Milyen hobbit találjak még ki? Hát igen, így már azért nehezebb, ha mindent is tud. Ezért is fordultam önhöz, mert kilátástalannak látom az életemet. Nézze, nem fogok hazudni. Én is totál becsavarodtam. Az asszony látványától konkrétan rosszul vagyok. Állandóan Györfi pál néz vissza rám a tükörből. Egészségügyi ürítést se tudok úgy végezni, hogy vagy az asszony, vagy a pál ne zavarjanak meg. Hát, ez elég mély. És tudja, mi húzott ki a gödörből, Péter? Mi? Az HBO Go. Mi ez az HBO Go? A probléma megoldása, Péter. Úgyhogy most felírok önnek egy receptet. Napi 6 óra HBO Go, reggel, délben, este. Megnéz egy filmet, vagy a Westworldből két részt, ugyanígy a többi napszakban is. Ó, oh, és ez hatásos? Hogyne, napokon belül lenyűlni fognak a tünetek. Több ezer órányi tartalom talán elég lesz. Most került fel egy csomó Marvel film. Ez fizetős? 7 nap próbaidő van, addig nem nyerje el a tetszését, lemondhatja, de higgy el, ez a maga gyógyszere. Köszönöm, doktor úr. Remélem, tényleg segít. Megnézzük. Viszlát. Viszlát. Péter, csak arra vigyázza, hogy függőséget okoz, szóval elment. Csak nem lesz gond. Na, azt mondja, hogy HBO Go. Milyen sorozatok vannak itt? Westworld. Hát akkor kezdjük elnézni. Szia, papa. Az unokád vagyok, Ferike. Mama üzeni, hogy kész van a reggeli, és gyere ki velünk kajálni. Már persze, ha vége a sorozatnak, úgy értettem. Figyelj, papa, a karanténnak 50 éve vége. Most már nyugodtan kijöhetsz a szobádból, nem lesz semmi baj, hidd el nekem. És az a baj, hogy tudom, hogy full süket vagy már, és nem hallod, amit magyarázok. De tudd, hogy most már nyugodtan lemehetsz a boltba, nem büntetnek érte, mint a te idődben. Délután bejövök, megnézek veled egy Trónok harcát. Jó filmezés, papa, majd jövök. Szia, papa. Szeretlek. Magyar hangok. Törkő Levente, Sipos Eszter, Tordi Géza, Epres Adelnek, Tóra, Kisna Ura, Mátyatán, mi van, vége van? Kiskovács Hacat, nem áll! Végig is néztem az HBO Go-t. Biztos van még valami tartalom. Nem áll!